Egy hangulatos, lendületes és vérpesdítő dobritmusokkal tarkított előadásban lehetett része azoknak, akik az augusztus 20-ai délutáni programon végighallgatták a Baraka együttest. A csapat ebben a felállásban nemrég alakult, ám mindannyian összeszokottan mozognak a színpadon. Ebben a formában, ahogy most vagyunk, hát nincs egészen egy éve. Heten vagyunk a csapatban, három ütős, tehát dobos, egy kavalos furujás, egy gitáros, egy nagybőgős és egy énekes, és így van meg a hét ember. Korábban azonban már zenéltek együtt a tagok, ám akkor úgy érezték, valami még hiányzik. Az Attila, aki a fújós és a szövegírónk tulajdonképpen, ő találta ki, hogy hát kéne, vannak neki szövegei, és akkor ezt meg kéne zenésíteni, és kéne egy csapatot létrehozni. És az első felállásban voltunk öten, és akkor most még valami hiányzik, még úgy kellene hozzá, és akkor jött még egy dobos, mert elsődlegesen ez egy dobos zene. Tehát az összes többi akusztikus hangszer az ilyen fülbaráttá tétel tulajdonképpen, a zene fülbaráttá tétele, és így jött az, hogy akkor jön hozzá egy bőgő, ami segíti a basszus, de ugyanakkor mégis könnyebben emészhető. Egy gitár, ami nem igazán szokott beleférni egy népzenébe, de ezáltal egy ilyen érdekes hangszín és hangzásvilág lesz. És ugye az énekes pedig az, aki ad egy alapot. És nekem meg egy ilyen népdalos hangom van, mert hogy ezzel foglalkozom, és foglalkoztam nagyon régóta. És hogy milyen műfajú zenét játszik az együttes, talán meg sem lehet pontosan mondani, hiszen a Baraka dalaiban keverednek a hangsúlyos, dobos alapokra helyezett népzenei és világi stílusjegyek. Az, ami most divatos, ha ezt nevezed populárisnak, akkor ez a zene nem populáris és nem divatos. Ha azt nevezed populárisnak, hogy neked szól, és mindenkinek mond valamit, de nem biztos, hogy ugyanazt mondja, tehát nem szájbarágosan elmondja, hogy jaj, de szép vagy, milyen jó, és így kell érezned, hanem hagyd közbe gondolkodni, és közben te is gondolkozhatsz rajta, és tovább viheted, és tovább gondolhatod, akkor ez populáris. Az együttes a színpadi megjelenése is sokat ad, hiszen így sokan, még azelőtt, hogy játszani kezdene a csapat, felfigyelnek a nem mindennapi ruházatukra, ékszereikre, no és az állatbőrből készített különleges dobfelszerelés is igazi látványt nyújt a színpadon. Fontosak a kiegészítők, tehát most próbálunk nem rekonstruált ruhák ezek. Ez egy ilyen saját tervezésű félig meddig ruha, amiben könnyű mozogni, tehát nagyon fontos az, hogy kaftánban gondolkodtunk, csak hogy a kaftánnak az a úgymond hátránya, hogy az ujjánál, a dobnál ugye nem mindegy, hogy hogyan mozog utána. Na most a dobütőket úgy kezelni, hogy ne akadjon bele a ruhába, de a ruha jó legyen, mégis jól nézzen ki, persze fontos. Az apró kiegészítők, tehát ami az ékszerek, a nagy része olyan, amiről énekünk, tehát az kita, hún, avar, kori leleteknek a rekonstruációi, tehát a nőknek ugye a hajfonatkorong, amit annak idején használtak, akkor a különböző kiegészítők, nyaklánzba, amulettek, amik védik az ember tulajdonképpen, persze fontos, tehát hogy az összkép szempontjából fontos. Nem csak beszélünk róla, hanem valamilyen szinten, ha tudjuk, akkor vissza is hagyjuk ezt. Érdekesség a csapat életében, hogy a tagok a civil életükben használt nevük mellett az Alvis úra szerinti nevüket is viselik, melyet a koncerten is hallhatott a közönség. Mindenkinek van egy saját neve, úgymond, ami az ősi neve lett volna, hogyha abban a korban élnénk. Az Alvis úrának a függelékében megvan az, hogy ugye mi magyarok úgy adjuk most a nevet, a világ számára, jó sok helyen ugyanígy, hogy megszületik a gyermek, de már megvan a nevünk. Tehát tudod azt, hogy a pocakodban van, hogy na, a lányom lesz, akkor így és így fogják hívni, fiam lesz így és így. Régen nem így adták a nevet, hanem megvárták, amikor megszületik a gyerek, és annak megfelelően adták a nevet. Tehát nem az sem légből kapott volt, hogy most megszülettél január 8-án, és akkor Csongor lettél, hanem megvoltak azok a nevek, amik azon a napon lehetett férfi, meg nő. És attól függen, hogy hány felmenőd élt abban, amikor te megszülettél, tehát volt nagypapád, nagymamád, dédanyád, annyi szótagú a neved, amit kaptál. Az együttesnek eddig egy lemeze jelent meg, Táltos időkerekén címmel, ám további CD kiadásán is gondolkodik a csapat. Szeretnék még egy CD-t nyilván, tehát ha minden jól megy, de nem szeretném elkiabálni, akkor ősszel ismét stúdióba vonulunk, és egy újabb CD-t szeretnénk kiadni. Új dalokkal, új szöveggel, részben azokkal, amiket most hallani fogtok, tehát egy részük már még nincs CD-n, tehát most kerül majd, illetve folyamatosan készülnek új dalok, mert a szöveg az hál' Isten megvan, és akkor a dallamot megrakjuk össze hozzá, a hangszerelést megcsináljuk.